14 óra 30 perccel a 602-es rohamkocsi szolgálatát megkezdi. Ettől a pillanattól kezdődően ez a vadonatúj autó siet a legsúlyosabb sérültekhez és betegekhez. Ez a rohamkocsi nem csak biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé, hanem hatékonyabbá és gyorsabbá válik segítségével az életmentés is. Az EKG defibrillátor részegysége az autónak. A székesfehérvári mentőszolgálat az új autón kívül a világ legkorszerűbb mentőeszközeivel is rendelkezik. A világtechnika egy EKG és egy defibrillátor részegység együtt. EKG-t lehet készíteni a betegről, illetve az újraélesztéstnél a defibrillációt. Folyamatos monitorozást lehet elvégezni a szívtől, a vérnyomáson át a véroxigén szintjéig. A megyei mentőszolgálat az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött, több állomást nyitottak és számtalan felszereléssel is gazdagodtak. Az orvosigazgató azonban azt is elmondta, hogy gépjárművek cseréjére évek óta nem volt lehetőségük. Szakmailag előrelépés, hiszen egy korszerűbb, gyorsabb, sokkal biztonságosabb, jobban látható mentőgépkocsi műszaki paramétereibe, egészségfelszerelésével pedig tényleg ma a világon csúcs technológiát képvisel. A most szolgálatba állított mentőautó felszerelésével és a rohamkocsi első munkanapjának eseményeivel a Kék Lámpások című magazin márciusi számában is foglalkozunk.